Megszületett a Vörösmarty Színház új repertoárja. Quintus Konrád úgy fogalmaz, mikor az embert öröm éri vagy bánat, mikor bajban van vagy sikert arat, kihez fordul, kitől kér segítséget, támaszt, vigaszt. Kivel osztja meg érzéseit? A családjával, férjével, feleségével, szüleivel, gyerekeivel, és azokkal a családi barátokkal, akik többet tudnak mindenkinél. Életünk vendégeivel. Mi egy szolgáltatók vagyunk. A közönség igényeit próbáljuk kiszolgálni. De nem csak azt adjuk, amit ők igényelnek, hanem azt is próbáljuk, amit igényelni kellene. És ez a kis kettő közötti pici különbség az, ami nagy felelősségünk és ami missziónk. Ezzel próbálok nagyon érzékenyen és nagyon finoman bánni. Szórakoztassunk is, tanítsunk is, legyünk jelen, meg kicsit próbáljunk megfelelni. Így aztán láthatjuk az Óza csodák csodája darabot, Csárdás királynő is lesz. Vihar után Anna Karenina is előkerül, majd felbukkan Molnár Ferenc testőre is. Én ugyanazt keresem a színházban, mint a filmen, tehát izgalmat, és ez lehet bármilyen, tehát lehet populáris, lehet valami nagyon komoly. Számomra az a lényeg, hogy valami újat mutasson és megérintsen. Nagyon szívesen fogadnánk, volt is bérletünk, csak utóbbi időben nem tetszettek az előadások, és most nem váltottunk bérletet. De hogyha megváltozik, akkor fogunk venni megint. Ön mit vár? Szintén vidámat, kabarékat, jó hangulatot. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház következő évadjában a figyelmet a családi élet fontosságára kívánja irányítani. Leginkább őrzött titkaink világába kalauzoljuk el önöket, olykor komikusan, olykor tragikusan, olykor zenével, vagy a gyermekek zavarba ejtően tiszta logikájával.